No, tegen nagyon menő hang is van, egy mikrofonos valami. Úgyhogy köszönöm, összes dislike-ot mindenkinek. Hát valószínűleg a Racing Dock nincs kimosva, úgyhogy ezt el kell viselnie Porcsának. Cseten vissza lehet jelezni, ha gondoljátok, hogy jó hang, elég hangos, stb. Kép.
megjött a friss racing zokni. Most már remélem senkinek semmi baja nincsen a tisztasággal, stb. Thank you.
De sajnos nem adta ki, na mindegy, ennyi. Ezt úgy hívják, hogy rossz rajt, meg nem éreztem rá a részum rajtolási technikájára.
valamiért a visszafordítóba folyamatos hallás az FPS-em, úgy negyedik vagyok a kérdése válaszolva. Ennyi van egy gyorsabb kör. Volt előbb volt egy megcsúszás itt az utolsó kanyarban.
Hoppá, valami történt az előttem lévő kettővel. Nem tudom, mi történt az előttem lévő hármas bolyban, kettő ember kipörgött, meg laggolt, meg ének voltak, ki másik helyen értem be. Le kell mennem majd a szerverre állítani egy kis grafikát, mert volt egy-két kanyar, ahol leesett az FPS picit, nem volt jó, egy-két megcsúszás ebből kifolyólag is. Arról lesz egy kis szünet, utána majd kezdődik a második futam.
A többnyire a négykerekes megcsúszások inkább az FPS lagból kifolyólag történtek. Nem volt tervezve. Igen, most ez a versenyen lett. Le kell mennem majd szerverről grafikát állítani. Kicsit jobb lenne a...
hirtelen ennyi férde bele az időmérővel, és ennyit sikerült kisajtolni belőle. Volt egy újra csatlakozás Open Broadcaster, azt nem tudom miért, de... Nem tudom, hogy vettetek észre belőle valamit, hogy nem volt, mit tudom, egy-két másodpercre adás. Azt én észrevettem, hogy hat ember elment a elment... Nem nézi már is a közvetítést. Nem tudom, hogy ebből kifolyólag-e. Utána történt. Remélem most már nem lesznek FPS lagok a versenyen, közben megelőzött valaki az időmérőn. Nem lesznek FPS lagok, mert így eléggé nehéz pontosan, gyorsan vezetni. Több megcsúszás is ebből kifolyólag történt, gondolom. Rajt viszont ugyanolyan rossz, mint előzőleg, tehát nem tudom, mi lesz, majd elrajtunk, aztán lesz valami igazából. Nem tudom, hogy kéne úgy rajtolni, hogy azonnal induljon az autó, olyan vár egy picit, és utána van egy lagga dologban. Nem lagga, hanem időköz. Most már kicserélem a bal felső sarokban látható kis képet, mert eddig mindig úgy hagytam kvalifikáción, és úgy gondolom, ez nem jó. Előzőleg is úgy, mert azt a verseny közben jutott eszembe, hogy rész egyre elfétettem áttenni. Őszintén nem tudom, minek kellett oda berakni, tehát fölösleges kockázat volt. Thank you.
Forcsa kérdésére válaszol, nem rossz igazából, eléggé jó szerintem. A grafika és fizika se rossz szerintem, jó kis játék. Miért is vártam, hogy nem jönnek nekem? Kettő érvénytelen kör pedig.
7 perc, 20 másodperc van még hátra a versenyből.
Kicsit netes volt, de elmentünk. Viszont laggom öltem a srác, úgyhogy ez király. Hát nem maradtunk sokan igazából, nem tudom mi történt a többiekkel, mindenki lépett így a verseny közben, vagy nem tudom, nem, igazából nem is találkoztam egy csomó emberre, tehát így nem tudom mi történt velük. Nem hiszem, hogy lesz egy harmadik verseny is, miután hárman maradtunk. Köszönöm, hogy megnéztétek a élő adásomat, és kommenteltetek, esetleg dislike-oltatok, vagy like-oltatok. Nem tudom, mikor lesz a legközelebb videó, azaz de, szombaton valószínűleg a Rally Faktor versenyéről. Az majd utólag lesz felvéve, meg minden, és akkor azt felvételről lehet megtekinteni. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!